Hosszú idő után utasokkal indult el a komp Dombrádról Cigándra. A komp működését először 1784-ben említették a hivatalos feljegyzések, a vízi jármű pedig egészen 1994-ig szállította az utasokat és a járműveket a Tisza két partja között. 22 évvel ezelőtt szűnt meg, és nekünk ez dombrádiaknak nagy sérelmünk, és hát azóta is lobbizunk, hogy a hiába a híd megépült, de az 17 kilométerre van tőlünk, és úgy gondoljuk, hogy ennek itt mindenképpen meg kellett történni. Én azt gondolom, hogy nem csak az utasszállítás, hanem a turisztika fellendülését várom ettől, hiszen a komptól egy kilométerre megépítettük a kis hajókikötőt egy pályázati forrásból. A nemzeti fejlesztési miniszter szerint a komp amellett, hogy vízi szállítóeszköz, lendületet adhat a térségi turizmus bővülésének és a helyi infrastruktúra fejlesztésének is. Akik Cigándon és Dombrádon élnek, az pontosan tudják, hogy mit jelent, ha 18-25 kilométert kell kerülniük ahhoz, hogy átjönnek az egyik partra a másikra, akár egy jó halászlére a csárdába, vagy akár megnézni a cigándi látványosságokat, akár a múzeumot. Én azt gondolom, hogy ennek önmagában haszna az, hogy ide nagyon könnyen pár perc alatt át lehet jönni a kompon keresztül most már 22 év után. A járművet üzemeltető Mahart Pass név vezetője szerint nagy lehetőségek állnak a tiszai hajózás előtt, mivel nemrégiben nemzetközi vízi úttá minősítették a Tiszát, így ezentúl akár nemzetközi szállodahajók is feltűnhetnek a folyón. A kikötő teljes kiépítése esetén jövő tavasszal a Mahart elindítaná a Tokaj és a Cigánd, illetve Dombrád között közlekedő hajójáratot. Gyakorlatilag ez egy évvel ezelőtt elindított projektnek a végeredményét látjuk most pillanatnyilag, ami a teszt időszakában van. Az elkövetkezendő 2 hétben lesz a teszt időszaka, amikor már majd gépjárműveket is fogunk tudni szállítani ezzel az eszközzel. Nagyon-nagyon sok munkába került. Gyakorlatilag a teljes beruházás összege a parti létesítményekkel együtt picivel meghaladja a 100 millió forintot. De azt gondoljuk, hogy ez azért a Tiszára visszatérésnek egy alapja lehet a Mahart Pass neve Kft-nél, és abban bízunk, hogy üzemszerűen és úgy fogjuk tudni eredményesen működtetni majd. A komp a következő 2 hétben ingyen szállítja a kerékpárokat, a motorkerékpárokat és a gyalogosokat a Tisza jobb és bal partja között. A szállítóeszköz minden nap reggel 8 órától este 8 óráig óránként közlekedik Dombrád és Cigánd között.